most van, kedd, mondanám, hogy reggel, de fél egy, de délután. Mert hogy itt a délelőtt úgy nem siettünk, tudjátok. Olvasgattunk, gyerekek játszottak, mi kitaláltuk, mi legyen a mai program, ez az amaz, szóval fél egy, Trogir felé tartunk. Olyan vicces. Hát, az, hogy kettőre fogunk odaérni, ahova kitaláltuk körülbelül az egész napos programot. 11-kor. Jellemző rá. És még nem tudjuk, hogy hol fogunk tölteni. Mert azt tudjuk, hogy odaérünk, de az, hogy vissza nem, az már biztos töltés nélkül. Szóval valahol még útba kell ejteni egy töltőt. Itt van turbó. És turbócsiga is velünk van. És Szofi, neked milyen aranybészból sapkád van? Tudi. És te közben eszel? De mit eszel? Ezt nem azért hoztam, hogy ezt most megedd. Én is kérem. Csak a szokásos dolgok. Szofi bélpoklos lett. Á, nem. Megállás nélkül kajázik. Nem, de egész direkt élességet zabált. Na szóval, fél egy, megyünk Trogirba, mert hogy Gergő kiverte a hisztét, bocsánat a szóhasználatért, hogy ő ma már nem megy strandra, mert már nagyon unja a testpedést, meg azt, hogy picit lehet meg is égett, én kentem. Szóval ma Trogirba megyünk, város nézni. Na most tudjátok, ez a városnézés az abból áll, hogy igazából nem merünk bemenni semmi komolyabb műemléknek számító épületbe, mert hogy a gyerekeket úgy sem érdekli, és csak csipintatni kellene egy őket. Nagy templomot szerintem bejönne nekik látni, hogy ez egy ilyen nagyon nagy monumentális épületbe bemenni, azt szerintem tetszene. Akkor lehet, hogy egy templomot bevállalunk, meg egy erődöt. Meg majd meglátjuk. Most megérkezünk Trogirba, nem tudom, másfél óra múlva, egy óra múlva kb. Megebédelünk, aztán majd meglátjuk, mit bírnak a gyerekek. És ő hallja, kis barátom. Aha. Igen. Igen. Nimrod előbb felkiáltott, hogy de hé, az alma egy kemény gyümölcs. Wow, szólt a nap ki ne boruljon az a nem tudom mi, mert mérges leszek. Na, szóval utazik a család megint, és ma nem strandolunk. Mert így akkor Szofika, apa sírva fogad. Jó, ezt kérem szépen. Most pedig a Hogyan kényeztesd el a gyereket a nyaraláson című történetünket láthatjátok. Szofi, mit kaptál? Hagibagi. Hagibagi. Milyen kis bájos kis gyerekjáték. Úgy örülök. Mondjátok? Ne is kérdezzétek. Szívem, nálad minden oké? És azt szeretném mondani, hogy olyan csinálatra fogunk menni, ahol le fog esni az állam. Ahol le fog esni az állam.
Szóval, szerda van. És ma ismét meghódítunk egy strandot. Egy kicsit arrébb megyünk, a Murter. Ez félsziget? Nem, ez egy sziget. Ez egy sziget. De hát, hogy a sziget, akkor hogy megyünk át? Hídon. Nagyon komoly dolog, feltalálták néhány évezredben ezeket. Érdemes használni, mindenkinek ajánlom. Egyébként szeret. Néha. És van. Szóval, ma egy kicsit messzebb megyünk a Murter nevű szigetre, és ott találtunk egy szimpatikus kis öblött strandot, ami gyerekkel is jó választás lehet, állítólag. Megnézzük. Nimrod nagyon nyugasan kelt. Hát kb. Semmi nem volt jó, mert szerintem keveset aludt. Eredetileg azt terveztük, hogy egy ilyen akvaparkba megyünk el, ami valahol Sibeniknél van, vagy Sibenik, jól mondom, ugye? De aztán skippeltük ezt a programot, mert úgy voltunk vele, hogy ha eleve nyugosan kell a gyerek, akkor most inkább nem kockáztatunk be egy ilyen akvaparkot, hanem megnézzük ezt a kis szigetecskét, ott elleszünk egy darabig, és úgy látjuk, hogy nem, akkor legfeljebb hazamegyünk, és pihenünk otthon, vagy hát a szálláson, és este meg majd levegyünk akkor sétálni. Mert ugye este séta még nem volt, amióta itt vagyunk. Szóval most strandolás lesz, megint összeszedünk egy kis napallergiát, és utána pedig megyünk vissza a szállásra. Egyelőre ennyi a terv. Na, sziasztok! Itt vagyunk egy meghatározhatatlan nevű strandon, ahol először lenyúltak tőlünk 50 kunát parkolásért, úgyhogy nem volt parkolóhely, tehát hogy nagyon messze tudtunk valami, nem is tudom, sövényen megállni kb. Az autóval. És olyan szinten fullon van a strand, hogy nincs egy hely, ahova le tudnánk telepedni. De mutatom. Szóval kicsit csalódottak vagyunk. Most még Ergő elnéz egy-két helyre, én itt letelepettem a gyerekekkel. És ha nem talál egy normális helyet, ahol be is tudunk menni gyerekkel a vízbe, meg még nem is lóg a szánkba senkinek a lába, akkor letelepedünk, ha nem, akkor elmegyünk egy másik strandra. Most van kb. Dél. Vagyunk. Megérkeztünk a megfelelő helyre. Már meg is ebédeltünk. Megvan a balansz.
gyerekek kavicsokkal játszanak az árnyékban, mi már megmerültünk egy kicsit. Ő lassan, én egy kicsit gyorsabban. Hideg a bőröd. Nekem. És most páran ide néztem. Na vagy kembe. Igen. Szóval most én napozok egy kicsit, gyerekek el vannak, Gergő meg majd kitalálja, szerintem ő is pihengetni fog. Úgyhogy most minden oké. Nyaralásunk utolsó napja csütörtök van, igen, tehát holnap indulunk haza. Apa táncol, miközben a gyerek nyíg a kocsiba, hogy apa! Szóval ez nyaralásunk utolsó teljes napja, holnap reggel indulunk haza Magyarországra. Ma már reggel a Nimród már kb. Könyörgött nekünk, hogy ne menjünk sehova! Maradjunk itt, ne csináljunk semmit, de mi megyünk, mégpedig Sibenikbe. Fogunk menni, és azt tervezzük, hogy ott megebédelünk valahol, egy ilyen, hát városnézés nem lesz, mert az nyilván egy több órás program lenne, gyerekkel meg lehet, hogy több napos, úgyhogy csak így megyünk ott egy kis kört, és aztán pedig valamikor délután fele, tehát szerintem ilyen 4 óra körül tervezzük meglátogatni az egyik helyi strandot, és Nimród azt mondta, hogy ő nagyon szeretné kipróbálni a sötétben fürdőzést, nem hiszem, hogy megvalósítható, de meglátjuk. Tehát 4 körül fogunk megérkezni a helyi strandra, ott fürdünk, el vagyunk, amíg el vagyunk, lehet, hogy este 10-ig, lehet, hogy délután 5-ig, 4-től. Ez leginkább a gyerekektől függ, meg tőlem, mert én elég korán fekvős vagyok, és utána pedig vissza ide a szállásra. Szerintem ma már nem fog pakolni, majd holnap. Most meg itt vagy a család. Na, megyek. Sziasztok! Csütörtök van, körülbelül 7 óra talán. Úgy döntöttünk, hogy még nem hagyjuk ki az utolsó lehetőséget, hogy fürdőzzünk egyet. Úgyhogy lejöttünk ide helyi strandra, és egyébként megállapítottuk, hogy ez a legjobb.
mert hogy Nimrod nem szereti a homokos partokat, mert zavarja a homok. Ez apró kavicsos, tehát viszonylag kényelmes rajta egy pléden törülközőn feküdni. Itt van palacsinta, fagyi, étterem, innivaló, sör Gergő miatt, és nincs tömeg. És a fiúk már a vízben vannak, mutatom. Szevasztok, kedves YouTube nézők! Én csak egy sörért jöttem. Biztos, hogy kell még neked még egy sör? Most miről beszélsz? Én teljesen józan vagyok. Ne akarják kivenni a képből, én vagyok a szereplő. Nimrod? Szofi? Kukucs? Sziasztok, Feri. Sziasztok, Feri, azt mondtad? Sziasztok, Feri. Elnézést kérünk minden Feri-től, de Szofi a gyögyáskodás közepette mindig azt mondja, hogy Feri! Nem szevasz, tudjuk honnan Feri. Jött. Szevasz, Feri, meg ilyenek. Na, meg szóval itt még egy kicsit ejtőzünk. Bár Nimrod arra vár, hogy sötétben... Nimrod azt szeretné, hogy sötétben fürödjünk, azt nem hiszem, hogy megvárjuk, de majd még az is lehet. Úgyhogy most fürdés van. Egyébként szép gyerek, csak... Na, majd jön. Megyünk haza Magyarországra, és pont terveztünk egy programot, elmegyünk tavakat nézni, de az eső most elnyomta, hogy megnézzük a tavakat. A Plitvicei tavakat szerettük volna, ugye? Igen, és azt hittük, hogy még látunk benne vízi állatot. De esik az eső, ugye? Esik az eső, elhúlnak a halak, és ennyi. Nimrod, te mennél már haza a saját ágyadba? Igen, most már elég volt a nyaralásból? Igen. Igen, jó. Azt hiszem, hogy Szofi kb. Mindent elmondott, úton vagyunk hazafele. Ha még valamilyen csoda folytán kiavul az idő, akkor megnézzük a Plitvicei tavakat. Ha nem, akkor egyenesen Magyarország halásztelek. Sziasztok, megérkeztünk Magyarországra, itt vagyunk Sormáson, az István fogadó, vendéglő, hotel, nem tudom, háztáigazdaságnál, ahol a gyerekek kecskéket etetnek szalmával, vagy szénával. Mindegy, két órán belül otthon vagyunk, már azért vágyunk a saját ágyunkba, vagy legalább a saját házunkba, és egyébként eddig rendben volt az út. Most töltünk, pár perc és indulunk. Most 19.37 van, és még nem értünk haza. Aminek az egyik fő oka az, hogy nagyon sokat álltunk dugóban. A másik oka az, hogy elkapott minket egy borzasztó nagy vihar már itt Magyarországon, és ismét dugóban álltunk, plusz szakadt az eső, tehát sokáig, sok kilométeren keresztül kb. 20-30-al tudtunk menni. Most is esik az eső egyébként, illetve ugye meg kellett állnunk egy McDonald's-ba, most onnan jövünk, mert hát muszáj volt valami normálisabb ételt etetni a gyerekekkel, mert kb. Csak egy reggeli műzli meg egy csokis croissant volt mindkettőben, meg bennem is még egy szendvics. És elméletek fél órán belül otthon leszünk, tehát ilyen 8 óra után pár perccel fogunk megérkezni. Egyre nyűgösebbek a gyerekek, nem is nyűgösek, hanem így piszkálgatják egymást, és mennek a kis hisztik. Emiatt azért már mi is kezdünk egy kicsit nyűgösek lenni, de legalább most már nem vagyunk éhesek. Lehet, hogy ez az utolsó bejelentkezés. Szerintem már nem lesz ma több. Remélem, hogy tetszett nektek ez a vlog, úgyhogy én most búcsúzom.